A város újratelepítésének 320. évfordulójához kapcsolódóan is egyeztetések zajlottak a fogadóórán. Farkaséva Erzsébet polgármester elmondta, hogy Makóváros önkormányzata a költségvetésben 17 millió forintot különített el a jubileumi esztendőre. A programok mellett többek között egyedi helytörténeti és képzőművészeti kötetek látnak majd napvilágot, valamint egy emlékérmet is kibocsájtanak ezen apropóból. A város vezetője továbbá arról is szótejtett, hogy 35 aláírással érkezett kérelem ahhoz, hogy létrejöhessen egy új közösség, az Újvárosi Idősek Klubja, melyhez hozzájárultak. Mindemellett a téli rezsicsökkentés is téma volt. Majdhogy nem 95%-ban a tűzifának a kiosztása megtörtént, ugye március 15-éig ígértük, hogy ezt megpróbáljuk teljesíteni. Hál' Istennek a makói vállalkozó ezt nagyon szépen teljesítette, illetve most kaptuk meg a gázpalackokra vonatkozó utalványokat is 2000 forintos formában, amelyet jövő hét péntekig, ami február 22-ig fogják a mezőőrök, illetve a közterületfelügyelőnk személyesen kivinni az érintetteknek. Voltak olyanok is, akik az Iric házról érdeklődtek, ugyanis a városvezetés a Fecske Lakás program keretében szeretné ezen épület renoválását megvalósítani. Jelenleg a felújításra vonatkozó koncepciós tervek elkészülését várják. Arról is informálódtak, hogy a csipkesori üzletekre hogyan lehet majd pályázni. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a munkálatok előre haladtának függvényében áprilisban vagy legkésőbb májusban lehet tájékozódni az erre vonatkozó részletes feltételekről. Elsődleges szempont lesz, hogy a makói vállalkozóknak biztosítsanak lehetőséget. Továbbá az is szóba került, hogy az önkormányzat a társasházak rekonstrukciójához is hozzájárul. Mostani költségvetésben ugye találkoztak azzal a költségvetési sorral, hogy nem csak a városi védelem alatt álló épületekre vonatkozóan, nem csak magántulajdonban lévő házakra vonatkozóan lehet majd pályázni. 500 ezer forint értékig lehetett ugye korábban 6 ilyen városi védelem alatt álló épületre pályázni, hanem most társas házakra vonatkozóan is biztosítunk felújítási keretet. 3-3 millió forintot különítettünk erre most el, és nagy valószínűséggel áprilisban tudjuk majd kiírni ezt a pályázatot. A szociális ügyek intézésére ugyancsak sor került a fogadóóra keretében, mely mondhatni egész naposra bővült, és a közeljövőben valószínűleg így is marad.